Csácsó, mi csodálsz, sziasztok gyerekek, ülve csatornán képen jelentkezik a következő csodálatos Scrap Mechanic videóval. Folytatjuk a challenge-eket és meg fogjuk próbálni végig csinálni egészen, ha lehet, hogy a 20-as challenge-ig nem is, de figyeljetek, indítok egy órát, hogy azért nagyjából a képer tudja, hogy hány óra van, mert fogalma sincsen, ezt legint lesznek a 100 órás videók. Challenge 11-et nyomatjuk. Itt már elvileg rakétahajtást kell kipróbálnunk. Nagyon érdekel egyébként. Úgy gondoltam, hogy azt fogjuk csinálni, hogy végig csináljuk az 50 challenge-et, ha tudjuk, és akkor ez szerintem eléggé jól meg fogja alapozni a tudásunkat ahhoz, hogy ugye egy Survivor módba éljünk túl. Talán arról is esni fog a challenge-be szó, bár lehet, hogy inkább csak az építkezésről, bár hogyha már tudunk mindent építeni, akkor valószínű, akkor minden jó lesz. Na, gyerekek, akkor az a szituáció, hogy hova kell, ja, mit kell csinálni? Itt a rakéta meghajtással kell bibelődni. Egyébként azt nagyon utálom, hogy ezt a szart, ezt így itt tartja, meg ez is nem kell nekem. Fösték, nem köl, meg ilyen hülyeségek. És ez minden egyes alkalom ide pakolja. Na, nézzük. Mi az, ami van nálunk? Igen, egy rakéta hajtó. Gyakorlatilag 4 darab kerék is. Figyeljetek, ez szerintem annyira nem lesz nehéz, csak azt nem értem, hogy miért a switchet, azt mi a szarnak adja nekem állandóan oda. Mert igazából, várjatok, innen kell, gyakorlatilag egy nagy gyorsulással, a végén meg rakétahajtó. A rakétahajtó mű az mivel kell, mit kell megnyomni hozzá? Azt nem tudom. Lehet, hogy a switch tudom bekapcsolni azért, és a switchet be tudom kötni, és ahhoz tudok addolni egy bizonyos key-t. Ugye az elképzelhető. Figyeljetek, szerintem nem izéből kellene megoldanom. Az fontos lenne. Nem fémből akarom megcsinálni, mert a fémmel azért vannak problémák, tudjátok még. Jó, ez itt mehet ide. Oké, és akkor várjál. És akkor itt motort nem is használhatok. Az a lényeg, hogy akkor csak be fogunk burulni, és akkor adjál neki is annyi. És gyakorlatilag irányítanom sem kellene a járművet, ugye? Itt tényleg gyakorlatilag egy ilyen... Hát majd, hogy nem, hát nem repülőgépet, de valami hasonlót kellett csinálni. Ugye ezeket csak azért fogom fölrakni, hogy az ugye a kerék nem fix legyen, hanem ugye guruljon. Oké. Figyeljetek, pörgök, mint a trágyaszóra, megittem valami kis kávéadagomat, ez nagyon szuper minden. Jó, és azért fából ugye, mert szeretnék, várjátok. A súlypont az valószínűleg, hogy fontos lenne, hát nem tudom, megpróbáljuk mondjuk ide berakni elé. Elé az nem a ide? Los Angeles elé. Ide. És azon agyalok, hogy ezt most hogy kell nekem bekötni? Mármint ezt így bekötöm a hova? Ide? Aha, akkor ez ennyi, ez ennyi. Akkor nem is kell. Szóval nem kell már csinálni, ennyi az egész. És akkor próbáljuk meg. Úgy gyerekek, itt valami nem stimmel. Lehet, hogy ezt kell módosítanom? Tolóerőt? Tolóerőt módosítsunk, jó. Akkor próbáljuk meg most. Úgy gyerekek, valami leér. Valami leér. Mert szerintem a sugárhajtóművem az leért. Ugye? Úgyhogy ezt valahogy át kellene helyeznem máshova. De nem, az ülésnek nem tudom neki rakni. Akkor csinálunk neki egy konzolt. Így. Csak így. Próbáljuk így, jó? Ugyanúgy ugye dolóerő. De figyelj, nézd meg, tök jó a... Mozognak ezek a terelőlapkák. Most ezt pont nem látni, de... Így, hogy látod? Hogy éppen milyen legyen a dolóerő. Oké, akkor annyit kellene, hogy ugye bekötjük. Szerintem az annyi működni fog, ez nem lesz olyan bonyolult. Aha. Aha, itt a izé, fontos a... Fontos lenne, hogy ne pördüljön meg a jármű. Merre pördül meg most? Lefele. Lefele pördül meg, ami nekünk nagyon nem jó. És ugye ezt át kellene egy kicsit variálni, hát ez nem lesz egyszerű, nem tudom, hogy mennyire lesz egyszerű az egyáltalán. Megmondom a frankót. Ezt akkor... lejjebb kellene raknom, csak akkor meg a kerekek nem frankók, gyerekek. Akkor meg a kerekek nem frankók.
Ide is tudom rakni? Ide is tudom rakni. Akkor mi hátrébb indulok, lehet, hogy még jobb is lesz. Igen, le kell szednem a kerekeket, szerintem lejjebb kellene raknom a kerekeket. Nem tudom, nem tudom, nem tudom. Kicsit át kell variálni a dolgokat. Az a, hogy szerintem aerodinamika... Várjátok, a fémmel tudtam volna súlypontot változtatni, nem? Figyelj, a fémmel tudok neki, ugye vannak fém alkotó elemeim, ez lehet, hogy nem volt ez olyan hülyeség ám, csak annyit kellene csinálnom. Nincs az inventoriban más sem? Nincs, oké, jó, ne van, van valami motor, amit nem használok föl. Figyelj, annyit kellene, hogy akkor most ugye... De ez semmiképp nem lesz jó nekem. Előbbre raktuk. Az a baj, ezt ide rakom, az nekem nem jó. De jó lehet. Annyit kell csinálnom, hogy ezt az a két kereket leveszem. Ezt is. És igazából annyi kell, hogy a futóművet hátrahozom jobban, mondjuk ide. És akkor már mindjárt nem fog leérni. Sugárhajtóműnek a... Hát jó, az, figyelj, lehet ez ilyen szűk is, teljesen mindegy. Az igazából csak gurul. Nézzük, mi történik. Nincs beködve? Az-e? Hoppá, hoppá, gyerekek! Hoppá! Nem mindegy, hogy hol... Nem mindegy, hogy hol keletkezik a tolóerő, ugye? Na, most mit mutat? Mit kell csinálni? Oda kell jutni, várjál? Nézzük meg, mit ad. Ez milyen? Fölfele. Legyen sugárhajtóművünk fölfele. Jaha, nézzük, fel kell jutnunk valami hova. No, várjál, akkor ez egy összetett feladat lesz. Itt valószínűleg, hogy van sima motor is. Aha. Ezt is kiveszem, meg ezt is kiveszem. Ide. A switchet, azt nem tudom. A switchet egyszerűen nem értem, hogy minek pakolgatja nekem ide. Biztos van valami értelme. Mondjuk lehet, hogy most kell, most lesz értelme a switchnek, nem? Várjunk. Építsünk egy egyszerű járművet, ugye? Semmi extra. Csak itt tényleg egy hót egyszerű járművet, és szerintem a fából. Nem tudom egyébként, minek erőlteti itt a fémet, mert szerintem fából teljesen jó járműveket tudunk még építeni. Elég nagy alapterületű legyen, én azt mondom. Várj, itt már kellene irányítás is, ugye? Kormányzás is legyen. A törzscsuklós az nem annyira felelt meg nekem, megmondom őszintén. Jó, akkor izé lesz, akkor sima kormányzású legyen. Emeljük fel. Hülyeséget csinálok el, nem mondom nektek, mert ez nem így működik. Ide kellene egy kormánymű. Ide kellene rá egy ilyen. Oké. És ide. Így. És ide. Oké. Így. És ide jöhet a kerék. Oké, van egy kormányzott kerekünk. Legyen még egy kormányzott kerekünk. Egyre durvábbak ezek a challenge-ek, gyerekek. Három darab, oké. Egyébként elég lett volna ide a kormányzott dolog. Sőt, lehet, hogy jobb lett volna, nem olyan nagy mértékben kormányozta volna a dolgot, de hát most ez már ilyen lesz. Ja, ide, lehet, hogy ide kellene volna, ide. És akkor ez fordult volna csak, érted? Most itt lehet, hogy túlságosan nagyot fog fordulni. Nagy alapterületű jármű lesz, ugye erről beszéltünk. Három darab blokknyi, nem. Kettő blokknyi. Ügy, gyerekek, mi a szar? Jó, de nem jó csinálta a Keeper. Úristen! Szimetria! Szimetriára figyeljék, Keeper! Azért mondom, mert... Jaj, ne, ne! Kettő, és akkor ide volt ráragva. Így. Három. Föl. Kerék.
Ez csapágy, nem tudom minek nevezném azt, hogy ilyen erőárbitali dolognak. Jó, eddig oké. Okay. És akkor ugyanúgy jöjjön ki 1, 2, 3, 4-et. 3, 4-et. Még kettőt? És gyerekek, lesz... bazd, várjál ma! Van egy ötletem. Már megint. Tök jó egyébként ezt megvalósítani egy ilyet. Hány darab sugár... kettő darab sugárhajtó művünk van. Úgyhogy kell egy olyan szerkezetet csinálni, amitől levitálható lesz. Egyébként lehet irányított. Nem lehet irányított sajnos. Mi lenne, hogy csinálnánk egy olyan rakétát, ami irányítható lenne? Sugárhajtó művet tudnám. Lehet, csinálhatnék egy irányítható rakétát, gyerekek? Mondjuk két irány... az a baj, két irányba tudom csak irányítani mindenképpen. Egy három dimenzióba irányítható kettő darab sugárhajtó művel meg lehetne oldani, de ez lehet, hogy majd még az fog később kelleni az a tudás. Egyelőre szerintem ezt most elhanyagolhatjuk. Mekkora egy sugárhajtó mű? Kettő blokknyi, ugye? Egy, kettő, három, oké. Okay. Tömeg középpontja körülbelül itt lesz a járműnek. Ugye? Oké, okay, nagyon jó. Komolyan nyomjuk ám, gyerekek. Ez nem is kell akkor. Olyas se, olyas se. Van kettő darab platform kell. Ami lehet, hogy inkább egy kicsit talán szélesebb legyen. Hú, hát ez elég érdekes lesz. Remélem, hogy nem mond, hogyha nem a végére rakom őket, hanem inkább ide két oldalt. Ez meddig ér le? Ó, még sokkal magasabb platform kell, mert ugye lejjebb van a sugárhajtómű. Még legalább két magasság. Gyerekek, ez érdekes lesz. Lehet, hogy tényleg inkább egy rakétát kellett volna készíteni. Na, mondjuk ez nem olyan rossz szám, szerintem. Srác, ez nagyon komoly. Ja, viszont kell figyelnem a tömegközéppontra. Ugye van vasblokkom, azzal tudok esetleg ki... Hú, bazz, elfogyott a fám. Azt torogott életbe. Elfogyott a fám. Gyerekek, komolyan mondom, igaz, hogyha nem is fogunk megcsinálni. Nem fogunk megcsinálni több sokat, de csináljuk már egy rakétát. Nem hiszem, nem tudok csinálni egy irányítható rakétát, gyerekek. Amivel egyből el tudnék oda jutni. Figyelj, hát bazzát, komolyan mondom, hát nem lehetünk olyan szerencsétlenek, hogy sem te hülye ez, te rakétát akar csinálni. Gondoljátok mi? Az a lényeg, hogy szerintem mindenképp a vasblokkból legyen. Az alja. Nem, ez nem kell, alja. Nagyon, nagyon agyalok. Egy rakétát kéne csinálni. Igazából ez hát, az arról szólhat. Hogy valamit kitalálj. Ne mindig az talált ki, ami ilyen tök egyszerű, hanem... egyébként az a baj, hogy ezt lehet így... Hogy fogok erre feljönni majd mi? Még ezt így kell megcsinálnom. Várjál. Valahol az ülést be kéne raknom. Ülés nélkül nem lesz rakéták. Basz, így hülye vagyok, komolyan. No. Ne! Tényleg egy rakétát akarsz csinálni? Sok lesz az neked, tesó. Az a baj, hogy ide már nem tudok felvenni.
Hogy megyek fel? Hozzáépítek, na? Mire fel vagy? Bak? Nem fog működni, megőrülök. Mennyi falunk van még? Van még 38-unk. Jó. És annyit trükközünk, az nem az aljára rakjuk a sugárhajtóműveket, hanem mondjuk ide föl, megpróbáljuk, hát figyelj, ki kell próbálni, számításokat sajnos nem tudunk végezni, ugye valóságban az lenne, hogy különböző számítások lennének, hogy hol van a tömegközéppont, hát mi most így találhatjuk ki. Annyit tudunk csinálni. Ja, van motor is, de én tudnék egy ilyen, ja, egy ilyen ugróautót gyakorlatilag, de én inkább de nagyon-nagyon-nagyon ki van találtam, ki van, annyira kitaláltam most. Az egy nagyon, beszartok, milyen jó lesz, várja. Komolyan mondom, imádni fogjátok szerintem. Oké. Okay. Oké. Okay. Ó, na izé. Hajtómű. Ez nem hajtómű, egyébként nem is sugárhajtómű, hanem ugye rakéta. Hajtómű inkább. Kellene valami talpat is készíteni. Na, hogyha ledobjuk a padlóra, akkor dobjátok a padlóra le! És na, ilyenkor van az, amikor mindent nem tudok, majd nem tudok mesélni meg semmi, mert ugye folyamatosan az van, hogy próbál rájön nekik. Egyébként lehetne úgy is, hogy elszakadna egymástól a kettő, nem? Fú, te fiú, mi a fa... Mit csinálsz? Nem akartuk, hogy csináljál rakétát? Bolond gyerek! Nagyon jó. Nem tudom, kiveszem a liftet. Oké, okay, megtörtént. Az irányításra vagyok kíváncsi, jó. Valami hasonlóra gondoltam, de nem így, hanem meg kell fordítani az egyiket, hogy mind a kettő egyfele forogjon. Gyakorlatilag. És akkor figyeld! Jó lesz, ez semmi gond. Majd hogy reszett, akkor mi történik? Feláll? Jó. Oké, okay. Figyelj, adunk neki tolóerőt. És ha ezt megcsinálom, így nagyon örülni fogok. Tiszta izé leszek. Megyek a NASA-hoz, várj, merre? Aha. Jó lenne. Jó. Oh. Newton baj. Miért egyik irányba miért kezdve? Ja, már megütöltünk, várja. Az a baj, gondolkozzá. Igen. Hátrafele húz. Tehát akkor nagyon az elejét kéne terhelnünk. Rakunk rá egy-két vaskockát, hogy egyformaképpen szálljunk föl. Nézzük meg a felszállást. Jó, még mindig. Ne! Menj a francba, nehogy azt legyen rám, öcsém, hogy az itt izé. Így fog maradni. Jó, azt hittem, hallod? Megvadulok, mondom akkor. Megpróbáljuk, hogy... És, ja, most már alakul, már majdnem izébe száll. Úgy. De miért fordul? Azt mondd meg. Valamelyik, az egyik hajtómű az szerintem... Nem izé, nem ugyanannyira van föltolva, de az meg lehet, hogy egy kicsit sok ez a kakaó neki, mert nagyon durván lép. Nem tudom... Egy tök szimmetrikus a jármű szerintem. És mégis egyik irányba elkezd törögni. Nézd meg.
Egyébként baromi jó. De miért kezdett pörögni egyik irányba? Én azt nem vallom. Valami tényleg, valami mégse szimmetrikus? Szimmetrikus. Ez szimmetrikus, miért forog egyik irányba? Miért forog? Ugye? Tök szimmetria. Az a baj, jobbra-balra nem tudok irányítani. Ennek egy 3D-s irányítás kellett volna, csak hát ez nem olyan egyszerű. Nem tudom konfigurálni a... ezeket. Csak fordítani tudom rotation. Nem, azt nem... Az a baj, ezt nem tudom use-olni, ugye? Ezt csak fordítom a rotation-t, ezt ennyi. Ezt lehet, hogy már a számítógépes dolog kellene. Neszed? Nem olyan rossz. Adunk egy kövérgázt. Elmegy oldalra. Amúgy jó. Rakétát csináltunk, more. Egyébként van egy ötletem. Ez jó, meg minden tudod. Tudjátok, mit kellene volna? Hogy... Jó, minden. Egy baj van itt ez az egész, a gyerekek. Egy baj van. Meg fogjátok látni, hogy ez hülye voltam ez az egészhez. A felszállással tudom úgyis a röppályámat igazítani. Inkább a oldal irányú irányítást kellene véghez vinnem. Az oldal irányú irányítást azt meg úgy tudom véghez vinni, hogyha jobbra és balra fordítom el a hajtóműveket, jobbra és balra, ugye? Azt meg úgy tudom megoldani, hogy akkor ki kell hoznom a hajtóművet ide. Így. Tök szimmetrikus legyen, ugye? Ide kell a forgatómechanika. Igaz, le fog égni a hajunk. Ide rakok. Várj, ja, izére kell raknom. Listumra már különben, ugye? Nem stabilak az alkatrészek. Jó. Itt lesz ugye az egyik. Itt lesz a másik. Bocs, hogy tovább tart, de így érdekesebb szerintem. Azért egy rakéta. Hát. Rakétával eljutni a célunk igaz, lehet, hogy izgalmasabb tud lenni. Mindjárt leveszem a... Le kell kötnünk. Jobbra és balra. Levesszük. Várjál, ezért akartam kitalálni. Igen, jobbra-balra, látod? Jobbra-balra. Oké, ez eddig jó. Be kellene kötni. Adunk neki kakaót, nem túl sokat. De mégis próbálhatnánk így is. Aha, látod, az a baj. Előre kellene repülni, nem így. Jó. Talán a lift megoldja. Okay. Előre kellene repülni, nem így. Azt meg ugye úgy tudjuk megoldani, hogy megsúlyozzuk az elejét. Ide rakunk súlyt. Mondjuk ennyit egyelőre. Meg lehet, hogy egy kis tolóerőt fogok neki adni eddig, jó? Így. Még mindig nem jó. Gyerekek! A hülye rakéta technológia. Megpróbáljuk így. Még mindig nem jó. Felszállás van, bazzak! Aha. Nem lesz ez rossz. Mit be? Ilyenkor már van baj. Gyerekek, ez majdnem jó helyre repül. De érdekes, hogy mindig az olyan máshogy repül. Úgyhogy valami fura dolgok vannak. Jöjj, gyerekek.
Ujjaj. Az a baj, ha 3D-ben nem irányítod, akkor nem elég jó. És mi lenne egy rakétával 3D-s irányítás? Mert 3D-be tudnám irányítani egy rakétával? Nem csak jobbra-balra, két irányba mozog. Ugye? Nem jó az. 3D-ben nem tudom irányítani rakétákat. Ezt elcsesztem, pedig ez lehet, hogy jó lett volna. Kilövés! Houston baj van! Amúgy egy, lehet, hogy egy... Pont nem akkor kéne... Pont nem akkor kéne gázt nyomni, amikor... Nagyon, ez az irányítás, ez nagyon nehéz. Oh. Ne! Lehet, hogy jobb lett volna, hogyha tényleg a kerekek guruló ugró cuccot csinálod, meg nem ezt a bonyolult kutyaszart. Nem, és majdnem mindig megvan, érted? Nem sok kellene. Ha vadulok. Nem, ez nem jött össze. Mondom, megoldom kicsibe, de nem sikerült. Egyébként szerintem fordítva van az irányításom, és ez baromira idegesítő. Figyelj! Várjál már. Balra nyomom. Jobbra nyomom, jobbra megy, balra nyomom, balra megy, akkor mit szarakodok én itt az? Na, ilyenkor már nem akar. Na! Ez volt a legjobb eddig. Kell egy nagy ugrás, és utána egy kicsit finom irányít. Az a baj, az a nagy vas, az úgy húzám le minket, mint az át, de ugye, hogyha nem, nincs fönn, akkor meg nem arra megy, megy, amerre kellene. Miért rakétát csináltál, hülye? Houston! Esküszöm, véletlenül is már oda repült volna, hogyha nem egy ilyen hót szerencsétlen hülye csinálja. Ne arra! Ne arra! Ne arra! Ne arra! Ne arra! Ne 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 miért nyomtad meg? Ha nem nyomom meg, bozza berepül! Ó, te fiú! Egyébként az a durva, csomószor tökér furcsán, nem ugyanúgy repül mindig. Van egy ilyen extrém random faktor, mert ugyanúgy nyomom a gázt, és mindig más pályán repül, akkor így... Hogyan? Na, na, na! Ne, befúrodott dík! Ne, pont jól esett, tecseim, nincs ilyen szerencséje kipörnek! Na most ne nyújj semmihez, Keeper, most lesz a jó. Mondtam, ne nyújj semmihez! Ne! Jó lesz az! Úgy, be vagyok, ne! 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 Nem hiszem el, komolyan mondom! Mi nem tudok lefele, fölfele irányítani, az a legnagyobb bajává van a deck-tek. Ugye
Csak egy irányba tudsz irányítani. Ezt meg... Nem tudom, hogy lehetne. Olyan. Majdnem megvolt, nehogy már kifogja rajtunk. Fordulját úgy most! No, ne, nem restart. Mindjárt lehet, hogy tolóerőt fogok növelni. Mondjuk akkor meg az a baj, még így sem tudod irányítani. Csak hogyha tolóerő... Egyébként ha kiszállok, akkor mi van? Ki lehet szállni menet közben? Na majd tényleg azon gondolkodok, hogy lehet nem is kell van irányítás, hanem egy rakétát, de hát mindig máshogy szállt, tudod kiszámolni. Na? Lepattanok! Lepattanok! És már nem fogom feladni már akkor se, hogy rakétaautót csinálják. Állasz! Ne szórakozzál velem! Ne szórakozzál velem! Miért pattantam ki? Ne szórakozzál velem! Olyan szép volt, meg még ráadásul végig irányítottam kis gázzal mentőt. Úgy! Úgy! Most a gáz! Úgy! Most a gáz! Úgy van még rá, rohadt élet! Rakétával mentem, more! De mondjuk ez az idő, ez nem lehetett rossz. Azt a betyár mi az? Óra kell feljutnom! Hát ugye vagy te? Na ez tényleg rakéta meghajtós autó lesz, bazd. Jézus Isten! Ez mi? Mit mutat? A rakéta... Ez ízét mutat, hogy nyom... Ja... Ezt tudod mit mutat? Hogy olyan, olyan járművet csináljak... Ami... Ez mi az, hogy mindig ilyen switcheket azért rak be? Ami lenyomja... Az egy switch legyen szerintem. Egy, ah, ezt már tudom, hogy hogy ki akarja. De milyen 8 darab izét kaptam? Ajt, nem, van a fa. Ezeket a rohadt izéket, ezeket mindig berakja ide. Nem akarok festeni, meg ilyen hülyeségek. Ja, a switch. Én sejtem, hogy mit akar ez a dolog itt. Figyeld meg. Van a lényeg, hogy csinálunk egy autót. És most tényleg megcsinálom normálisan, jó? De várj, ez kéne csinálni egy pókautót, bazzer, mert ez annyit eszik. Úgy. Úgy. 3-3. Ugye mondjuk 2-4-6. 2-4-6, ugye? Hát mondjuk ezt túlzásnak érzem. Legyen 3. 3-3. Oké, ezt kivesszük innen. Első. Első részre ugye kerék kerül. Ezt ki is veszem. Itt szerintem el fog tudni fordulni, hogyha ide rakom. Legyen ugye irányítható, mert be fogunk szívni. Úgy. Úgy. Így. Így. Ez ugyanolyan széles, akkor legyen... robbanó motor, az kell ugye azért. Oké. Okay. Forgásirányok még egyelőre nem léteznek. Oké, okay, akkor eddig jó vagyunk, ugye? Nagyjából tömeg középpontjára kellene egy ülés. Hát, van a gond, hogy ugye ez annyira nem lesz a tömeg középpontja, mert kettő helyre megy az ülés, de szerintem azért nem lesz az olyan nagy gond. Kellene a robbanó motor. Nem, a tömeg középpontjára nem az ülés kell, hanem a tömeg középpontjára kell majd a rakéta. De mondjuk nem biztos. Előbbre nem tudom rakni ezt a rohadt ülést. De tudom rakni az ülést előbbre, akkor menjen előbbre az ülés. Menjen az ülés oda, amennyire csak lehet. Oké. Okay. Ide menni fog egy darab rakéta. Úgy. Hát, hogy dupla izét kellett volna vázat oda. A rakétára fog menni egy switch szerintem. Ide kellene egy robbanó motor. Oké. Okay.
És akkor a robbanó motor az megy, mondjuk hátsó kerék meghajtás lesz. Legyen első kerék, legyen összkerék meghajtás, nem? Összkerék meghajtás. Ezt nem kell volna megfordítani. Oké. A kormánymű az megy ide. Nézem, hogy ja, lehet, hogy valószínűleg nem fordul, mert alatta van az a szar. Nem lehet ide. Ez egy nagyon érdekes módszer lesz, ugye, hogy falon kell, hogy menjünk. Egyébként ezt is meg tudtam volna rakétával. De nem csináljuk úgy, ahogy akarja, mert belezavarodunk. Hogy van, mi van bekötve? A motort össze kell kötni ezzel, hogy tudjon gázt adni. Erre meg, nem tudom, ez a switch, ez hogy működik? Legyen egy switch, amivel be tudjuk kapcsolni a rakétahajtóművünket. Mondjuk a switch az jöhet ide, ugye? És a switch-et azt bekapcsoljuk, legyen bekapcsolható. Gyakorlatilag ezt lenyomom, akkor megy a rakétahajtó, ennyi. Tök jó. Akkor leveszem a padozatról. Persze fordítva fordul a kormány. Oké. A motor engine-re kellene raknom egy kis kakaót, ugye? Hát mondjuk egy ilyet. És akkor szálljunk be. Akkor elvileg a kormány jól forog. A switch-et nem tudom minden kapcsol. A switch-ek azt nem tudom, hogy ilyenkor nincsenek-e rajta valami gomba. Nincs az option-be men. Controls. Hogy switch-eket tudok-e kapcsolni. Nem látom, de biztos vagyok benne, hogy van. Hogy belülről is tudod kapcsolni, mert nehogy már csak kívülről tudnám. Ja, ezt majd meg kell néznem, mert most ezt bekapcsolom, oké. Okay. Lehet, hogy ennyi is elég neki. Na nézzük. Na, jó ez. Ugye rányom minket a falra, csak lehet, hogy kicsit lendületesebben kellene volna. Meg lehet, hogy egy kicsit előbbre kellene lenni a sugárhajtóműnek. Hát ugye gyakorlatilag a gravitációt helyettesítsük azzal, hogy nyomjuk egy kövérgázt, ezt meglássuk. Nem bálom, hogy lehet, hogy tovagyva kéne. Ja, lefele jobban megy, jó. Hát itt meg olyan sok. Jó, majd reszeteljük. Nem tudom, hogy mi a baj. Lehet, hogy egy kis engine-t rakjunk rá, lehet, hogy lendületből. Azt a betyár. Jajaj, állja. Nem kapcsoltam be a üdőt. Nem kapcsoltam be a sugárhajtóművet. És a rakétahajtó. Lehet, hogy sugárhajtóművet. Gyerekek, mi nem frankó? Mi nem frankó? Valaki mondjon már róla valamit. Szerintem ennek így kéne működni, de miért nem? Jó. Azért van nem szimmetrikus a verba? Lehet, hogy a szimmetria hiánya az nem tesz jót nekünk. Ugye? Lehet, hogy a szimmetria hiányával van a probléma. Mert ugye ezt úgy kellett volna, hogy dupla. Így, és akkor úgy odébb kell kerülnie ugye a kerekeknek ennek az oldalnak. Csak nem fog annyi fám lenni. Szóval ezt akkor úgy kéne megcsinálnom, hogy ez így jó, és akkor ezt az oldalt visszük beljebb. Kénytelenek leszünk. Ezt az oldalt igazítjuk. Ezzel ahhoz. Ugye ez az egy. Hoppa, fasz. Nem akartam bocsúján beszélni. Jó, a switch is ugrott. Igen, szimmetrikusra kellene megcsinálni. Ez meg úgy fog megzajlani, hogy ez így jó. Szimmetria. Ez mennyit lóg ki? Ez kettőt lóg ki, ez hármat lóg ki, úgyhogy ez ugrik. Mert ide ez.
Hú, bazza, ez olyan, ez tök, jó ez a játék. Kell itt olyan rendesen. Mondom őszintén, lehet, hogy egy kicsit hosszú is. Tehát, hogy ide kellene raknunk kormányzott kereket, de hogy rakjak kormányzott kereket ilyen kicsi távolságra? Ez nem az hülyeség. Jó, ez eddig jó. Hátulja megvan, oké? Mondjuk úgy, hogy a hátulja megvan. Vagy a hátulját kellene volna kicsit kinyújtanom? Nem tudom. Próbáljuk meg itt a dolgokat. Na, akkor úgy kellene, hogy ezt ide, ezt ide, ezt ide, és akkor kapásból itt legyenek a kormányművek. Megpróbálunk tök szimmetrikus gépet csinálni, hát az csak használ neki valamit a dolognak. Úgy. 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 Ja, összkerék legyen. Az a baj, semmi másunk nincs. Nem, van egy nyomógombunk, de szerintem a nyomógomb az teljesen felesleges itt. Ugye? Nem tudom, gyerekek, lehet, hogy én beszélek hülyeséget. Kormány, engine, összkerék meghajtás legyen. És most elvileg tök szimmetrikus lett az egész verda. Szóval csak jó lesz. Előre forogja. Okay. Ez is előre forog, jó. Motor az be van állítva. Lehet, hogy kicsit túl sok. Hát nem biztos, hogy rakjuk ide. A sugárhajtómű az nyílen, hogy működjön, ugye? Ez valószínű, hogy fordítva lesz. Úgy találom, hogy nem lehet addig megnézni, így. Na, ez fordítva van. Így csinálok egy rakétát, komolyan mondom. Ne, nem azt. Ezt. Jó vagyunk, be kell kapcsolni, switchet be kell iktatni. A switchet is kellene izébe rakni. Hát nem tudod szimmetrikusra rakni a switchet. De nem hiszem, hogy azt fog minket így földhöz verni. Úgyhogy ez majd menjen ide. És akkor switch bekapcsolás. Várja! Hogy gondolkodjak? Az nem úgy van, hogy a switchet be tudom kötni ide? Nehogy nem. És az egyes gomb, látod? Ó, de jó! És akkor egyes gomb. Ha, ki be tudod kapcsolni, tök jó. Ez jó. Aha. Nem volt szimmetrikus gyerekek, az volt a baj. Őha. Várjál, egyes gomb! Ó, ki kell kapcsolni, amikor felérsz, more. Ki kell kapcsolni, mert különben baj van. Baró jó, ki kell kapcsolni, de legalább rájöttük, hogy kell a switcheket is használni. Tökéletes, na úristen, ne oda, figyelj, oda föl, oda hogy föl kell jutni, oda, ott el kell menni, ott meg át kell ugrani. Dik? Az jó van, oké, köszönöm szépen. Hallod? Egyre keményebb a szituáció. Ez az jó, azt a rádiót belekapcsolni, menjünk. De először akkor fel kell jutni valahogy, de figyelj ezt. Ugye megint ott vagyunk, hogy úgy jutsz fel, ahogy akarsz. Bár... Ja, igen. Minden ezt felveszünk. Mindig R gombot nyomok, hogy mindent vegyünk fel, azt közben meg nem azt kéne. Itt már kettős switchet kell majd használnom, én úgy érzem. De mindegy, építsük meg a járművünket. Na, kettő switchet kell használni, tuti. Szerintem ezt az egyet megcsinálom még, aztán akkor majd később folytatjuk, mert ezek már azért nem egy kicsi kihívások, ha egyáltalán meg tudom csinálni. Viszont, ugye, a szimmetriára muszáj figyelni, mindenképpen. Mert különben nagyon rácsúszunk. Meg ráadásul még valamire lenne muszáj figyelni, hogy jól legyenek elrendezve a dolgok. Na, itt már megint ilyen hülyeségek vannak, amiket utálok. Ez az kell. Ez is kell. Ez egyébként ez a hegesztő az annyira nem szükséges. Viszont ezt kell nekem. A vasat egyelőre nem használjuk. Jó. Akkor kell egy sugárhajtómű mindenképp, ugye? Kell egy ülés mindenképp, azt érdemes ugye lerakni hamar. Oké, ülés, sugárhajtómű, oké. Az előbbi konstrukció egyébként, ha megfigyelitek, az tök jó volt.
Szerintem legalábbis, nem is kell nagyobb gép. És ez egy kicsit összetettebb lett, ezt majd meg fogjátok látni. Így, kettő-kettő. Tök jó, ez szerintem tök frankó. Így, kerék. Ja, kell egy izé, kell egy motor is, úgyhogy itt egy kicsit hátrébb kell vinni. Nem lesz egyszerű, nem lesz egyszerű. Így, jó. Így. De kell raknunk egy motort, valahol kell egy motor. A motor... Ez mondjuk jó lenne itt a motor. De kell egy tűzfalszerű. Mert ugye ott láttam, hogy ugratni is kell, ide meg kell még egy rakéta. Azt a betyárul isteneteket! Na, ez már egy kicsit összetettebb. Nem kicsit összetettebb. Kerékből még mindig csak négy van? Ó, hogy rohadjál meg, mert ugye lehetne dupla kereket is, vagy akármit, amit akart. Na, meg kell csinálni az irányító rendszert. Oké. Irányítás. Irányítás. Úgy. 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 Meghajtási rendszer. Úgy. Úgy. Kerék. Figyeljetek, ahhoz képest szerintem tök jó nyomjuk. Hogy így annyira nem vagyunk ott a dologra. Bekötések. Engine. Legyen közkerekesek természetesen. Fordítás. Fordítás. Engine. Engine. Nem kell fordítani. Engine bekötni az üléshez. Oké. Kormányt bekötni az üléshez. Azért majd kezdődnek a gondok. Mi? Meg a Mikulás, meg a megszokás, meg az unalom blokk. Oké. Okay. Következő a hajtóművek. Viszont úgy kell, hogy ezt a hajtóművet switchelni kell. Úgyhogy rakjuk ide. És van még egy nyomógombom. A nyomógombot is fel kell használni. Az meg a másik hajtómű lesz. Úgyhogy ez itt egy kicsit bonyolódik. Az egyes hajtómű, a switches, az lesz ez. És a switchet be kéne kötnünk az ülésbe. Ez az egyes gomb. Akkor a nyomógombos hajtómű lesz ez. És a switchet be kéne kötni az ülésbe. Egyes, kettes. Kellene neki tolóerőt adni, meg ilyet. Oké? Okay. Tolóerő, ennek legyen max tolóerő, meg ugye ennek is legyen mondjuk max tolóerő. Na, megépítettünk egy gépet, ami valószínűleg, hogy nem fog működni 100%-on, és ezt nézzük meg. Jó, ez működik. Az egyes gomba ezt be tudom kapcsolni, a kettes gomba tudok magam a tolóerőt adni. Jó. Akkor erre állunk. Egyes gomba bekapcsoljuk. És igazából tudnánk azt, hogy úgy is művelni itt a dolgokat. A kettes gomba rásegítünk. Viszont ki kell kapcsolni. Hop, hop, hop. Egyes gomb kikapcs. Ajaj. Ajaj. Ez jó lenne, nem. De bazza, itt hogyan kellene volna tovább? De jó, hogy ide feljutott. Ugye ja, le kellene volna ott menni? Aha. Jó. Nem rossz. Nem rossz. Szerintem jó a jármű. A jármű jó konstrukció. Egyes gomb bekapcsol, ugye, hogy tapadásunk legyen. Kettes gombbal rá tudunk segíteni, hogy jobban menjünk. Ugye azt csinálom, hogy a kettes gombbal nagyon rá segítek. Itt le kell menni, ez olyan, mint egy ilyen gördeszka pálya. És itt... Elég, nyugalom. Itt ki kell kapcsolnunk az egyes gombot. Azért, ez hogy működik? Ez mi? Ja, hogy? Aha. Akkor a... Jajaj! Az mi a szor? Egy bój. Akkor a raké... Átsó rakéta hajtó, ami nekünk nem is kellett volna. Ugye? Nem mondod itt föl... NEM MONDOD ITT FÖL BORÚZ BASZE KOMOLYAN! Figyelj, várjál! Várjál! Csak felállít!
Nem hiszed el, hallod, hogy pont nem. Meg kéne fordulnunk, hogy nehogy leessünk, és akkor egy löketet adni magunknak. Hát jó, most egy kicsit szívás gyerekek, de valahogy nem, nincs kedvem újra kezdeni. Hátrafele kellene, mert akkor forognak ugye a kerekek. Jó, és akkor most kellene egy... Ne fogok esni. Riktig. Most egy egyes gomb. Áááá, de jó! Jó van, semmi hirtelen mozdul a gyerekek. Szépen okosan. Ez a végén itt a fölborultunk. Kicsit szűk lett az autó. Egyébként egy kicsit túlbiztosítottuk magunkat. De jó, jó volt. Tök jó, élem. Na most mit kell csinálni? Mi a szart kell csinálni? Mi ez? Jó, ez ilyen fotocella gyerekek, de miért? Why? Mit kell csinálni? Mit mutat? Oda átjutni, oké. Okay. De mi ez a fotocella? Mit kell várni? Egy gondolk hozzá. Itt valami... Ez mi? Itt valami fotocellás cucc várjál? Mi? Milyen szart kell vajon? Majd először is ezt kirakom. Meg ezt kirakom, mert azt szarnak se kell. Ezeket nem lehet beállítani, hogy ne rakja, hanem adja azokat a könyveket. Jó. És akkor egy sima jármű. Szerintem egy sima jármű csak bemutatja, hogy a fotocella hogy működik, hogyha ide érek elé a járművel, akkor, ez, akkor mit tudom én valami. Ez egy sima jármű lesz, úgyhogy ez nem lesz nehéz, ezt gyorsan csináljuk már meg. Ez egyébként a kormányzásra nincs valami egyszerűbb módszer, ez a kormányzástól vadulok. Úgyhogy ezt mindig meg kell csinálni, a kormányzást utálom leginkább. Mert ugye mindig itt rinkordi kell érne, hogy... Na ezt. Ugye akkor így följebb kell hozni, sajnos. Kormányzás. Kormányzás. De muszáj bazzer, most mit csináljak, nem? Oké. Egy alapjárművet adhatnám, hogy elkezded, mert igazából ugyanazt mindig meg kell építeni. Azzal nem vagyok annyira kibékülve, de hát most jó van, ezt most kibírjuk. Akkor előre nézzük lehetőleg. Oké, mögé egy engine, hát ez egy nagyon egyszerű jármű lesz. Úgy. És akkor bekötésekkel csak bajlódnom. Egyelőre meg akkor valószínű, hogy a, nem tudom, a fotocellát kell érinteni valahogy, mindjárt meglátjuk, hogy ez hogy van. Szerintem a fotocella elé megyek, akkor ez meg fog történni. Ez csak egy ilyen tutoriál jellegű bemutató akar lenni, hogy mégis hogyan csinált hülye gyerek. Ugye? Yeah. Bekötöm az összes kereket. Szeretem, hogy akkor már legyen bekötve. Ugye mindig az óramutató járására fele megy ez a forgás irányok, azok mindig arra vannak, és azért meg kell fordítani, hogyha esetleg neked nem tetszik. Jó, hát meg is vagyunk, nem? Az engine bekötjük, adunk neki kis kakaót, nem minimálom menjen. Aztán ki is vetjük ezt. Ezt mehetünk, szerintem ez ennyi lesz, gyermek. Itt ide élsz? Nem? Nem, bazza. Mit kell csinálnom akkor, more? Na, akkor mi az? Mit adott még? Mondd, nézzük már meg. Nem hallott semmit. Akkor most... Mind a két fotocellát érinteni kell? Ez milyen magasan van? Ez ilyen derék magasságban. Hallod, lehet, hogy azt kell, hogy mind a két fotocellát érintsük? Hogy csináljuk meg? Vagyis mind a kettő fotocella így zárva legyen? Milyen széles ez? Elég széles. Egész eddig eljut. Nem tudom, de ez semmi, de súnya lett az. Lehet, hogy az a baj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, mindjárt meglátjuk. Gyanítom, hogy nem, de lehet. Ez
Kinézem ebből a játékban, még mind legalább két blokknyi. Bazza, nem vágom, nem vágom. Egy ilyen három blokk oldalanként oda biztos. Nem vágom ezt. Nem adott mást. Magasság jó, nem? Ugye rakjunk még egy vasat a végére. Rakjunk ilyen vas izéket, ilyen... nem elég ilyen... ilyen. De így nem lehet építkezni? Igen, mert már működtük. Már ment az idő. Ilyenre gondoltam, hogy... ez így biztos fedje le. Ó, oh, jaj, nincs több. Gyerekek, ez nagyon veszélyes. Valami hülye, figyeld meg, hülyén gondolkodok, mi? Hát rohadtul hülyén gondolkodok. De mi? Nem adott semmi mást. Értem most. Ez nem fotocell... várja, mit mutat? Fotocella more, ott van. Kék. Kék fotocella. Nincs más, nem adott mást. Nem. Azt mutatja, hogy ott van valami fotocella, és kék. Még szélesebbre már nehogy már kelljen rakni. Lehet, bázzer, lehet, hogy a kéket érzékeli. Ez hülyeség lenne, nem, nehogy már. Lehet, hogy le kell festeni. Várj, megyünk még egyet. Aztán lehet, hogy le kell festeni. Lehet, bazzer. Be se fér már, more. Hű, de miért ilyen gyors ez a dög? Jó, hát ezt én lefestem, nem tudom. Esküszöm, nem jövök rá. Valamire értelme csak van annak. Kék. Kék. Aztán hogy kell ezt izéni? Hogy kell festeni? Jó, bal gomba? Hogy kell színt választani? Ezt meg kell néznem, azt a búkot, mert egyébként nem nézném meg, de ezt meg kell néznem. Vagy umban a füstés. Na. Painting, hol vagy? Painting! Oké, ezt tudjuk. Egyébként lehet, hogy érdemes megnézni. Oké, ezt tudjuk. Ezt is tudjuk. Itt van már izé, látod? Tudsz ilyen beállítani. Ez egy ilyen számítógép, tudsz beállítani, hogy merre, hogyan, mikor. Működjenek ezek a dolgok. Gyerekek, van itt. Hol painting? Ha, itt van az triggers ugye, hogy működik, kapcsoló, fotocella, ugye mi most fotocellát akarunk működtetni. Baze, hol van? Látod valahol a festést? Baze, én nem látok festést. Minden van, csak az nincs, festés nincs. Ez tök jó lesz. A jobb gombot nyomok, remélem nem szeri le az alkatrészt. Nem. A festéket szeri le. Hogy kell festéket választani? Ha? Ez nagyon jó, hogy tudok festeni, csak nem tudom, hogy kell. Hú, Ez ilyen színű kék? Legyen ez. Tök hülyeséget csinálnak, fogadni már a gyerekek. Ti meg rögtök, hogy elég de hülye vagy keeper. Ez nem is olyan szürkék. Tök hülyeséget csinálnak, tuti bazzer, figyeld meg. Ah! Te hallod, valami orras nagy baromságot csinál, nem ez kellene, mi? Hát ez pedig kék a csin. Lehet, hogy világosabb. De most ez tök rossz nyomon járok, akkor meg nagyon rögtök. Kék, ez most világosabb kék. De azt mutatja, hogy kézérzékelő kék. Lefrostítom az egész járművet mindjárt kékre. Ez tök hasonló kék, nem fér be. Nem tudom, mennyire kell közel lenni ehhez a triggerhez.
Férjébe? Ó, ez az, ez az. Ó! Várja, nem jó. Nem ész róla. Addig van csak kín, amely... Aha, várja. Az addig van kín... amíg... Amíg érzékel. Tehát, hogyha elmész onnan, akkor már az nem jó. Nézzük, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, legyen 9, 8, jó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maradék 3-at lecsapjuk, és akkor kicsit átgondoljuk a dolgokat, kell, hosszabbra kellene szerintem, egy ilyen keretet csinálunk neki, és akkor az úgy már jobb lesz mindjárt. Lehet, hogy megerősítsük? Mondjuk aztán minek, mi? Ez remélem, hogy össze van körben, nem? És akkor... Ő, elfogyott. Semmi gond, semmi gond. Egyébként ez a hátsó szekció az nem is kellene. Ez se kell. Ez se kell. És ez se kell. Igen. Megnézzük így. Lefújjam kékre. Elfelejti? Ó, de örülök neked. Talán ilyen messziről is érzékelni. Arra kíváncsi leszek. Jó lesz, ezt csak elkapkodtam, kíváncsi voltam. Jó, ez semmi gond, tök jó. Megoldottuk gyerekek a rejtét, bazeg. Egyre érdekesebb. És érdekes, hogy csak a kéket. Ugye, rámész. Ja, mi? Kiért ennyi idő alatt? Akkor hosszabbra kell hagynom, more. Na ugye, addig van zárva, amíg le nem megy róla. Figyeled? Tehát át kéne és sokkal hosszabbnak kellene lenni. De ez milyen hosszúnak kellene? Ne, például milyen messziről érzéke? Azt nem tudom. Nyomunk egy resetet, és újra gondoljuk megint. De azt most már legalább rájöttük, hogy mi a szituáció. Ez itt tök fölösleges, ez a rúd. Itt mindent így megszüntetünk. Ugye meglátjátok ám, hogy igazából az a lényeg, hogy mi jobb, hogyha minél hosszabb. Az eleje... És a hátvége is. Milyen magasan volt? Ilyen magasan volt, ugye? Hát, egy kicsit átgondolom. Ennél még egy ilyen magasan, így. Oké. Oké, és akkor itt kivezetjük. Lehet, hogy nem is kell olyan szélesnek lennie. Lehet, hogy jó az, hogyha... Így. Ez érdekes lesz. Hát azért lehet, hogy ezt meg lehet oldani jobban is. Lehet, hogyha gyorsan menni, akkor ugye pont úgy nyillanak, csukodnak. De hát meglátjuk mindjárt. Jó, hosszú legyen, hátrafele is. Használjuk az összeset. Oké, okay. És akkor kékre fújjuk természetesen. Ez biztos, hogy elfelejtette. Oké. Okay. Jelvileg ez ilyenkor... Ilyenkor többet is tudsz így fújni. Na srácok, elvileg akkor most egész addig nem fog becsukorni. Remélem, hogy ez... Aha. Perfekt, gyerekek. Ez nagyon ki lett talál oldani. Áááááá, a képer megoldotta, nagyon jó lett! Komolyan mondom. Adja. Jó van. Íh, sikerült. És ez most mi lesz? Nagyon érdekel mindig a következő az a baj. Na mit kell? Ez mi? Mit mutat? Oda mutat valamit. Nem ér. Mi ez? Mi az a jel? Ez mit csinál? És itt valami.
Így fölvillan, de mi ez? Ez nem egy kamera? Olyan, mint egy kamera lenne. Mint hogyha azt mutatná. Érdekes. Ez mi? Mennyi gyors, mi ez gyorsít? Vagy... Ha itt ez a kettő közé bemész, akkor valami történik. Nézzük meg, milyen dolgokat kapunk. Rakétahajtómű 4 gyerekek. Itt szerintem az, hogy baró gyorsnak kell lenned. Hú, ezt még megcsinálom, ne haragudjatok, nem baj. De ez most nagyon érdekel megint. Festeni nem fogunk. Ezt sem nagyon használom. Legyen ez. Szerintem itt az a lényeg, hogy rohadt gyors legyen. Na, állj. Ezt még hú, de hadd próbáljam már ki. Ez most érdekel. Akkor ide igazából egy ilyen brutál rakéta témát kellene készítenünk. Kerekeken guruló. Igazából engine az nem is nagyon kellene. Minek nekünk engine? Ezt valahogy meg... Hát irányítás az esélyes, hogy kell azért. Viszont igen, irányítás legyen, meg rohadtul legyen központos az egész. Legyen kiegyensúlyozva. Nagyon szélesnek nem kell lennie. Úgyhogy ez szerintem bőven elég. Érdekes, hogy ilyen sok izét ad. Ilyen fordító mechanikár, vagy ez, nem is tudom, minek nevezzem ezt az utcát. Ez elég is ilyen szélesre. Kettővel többet ad, mint kellene. Ja nem, egy csomó kerekünk van. Érdekes. Érdekes, egy csomó kerekünk van. Van nagy kerék is. Lehet, hogy akkor előre. Akkor kettő ilyen kereket. Hátulra meg négy darab nagyot. Na négy nagyhoz. Ahhoz, hogy egyformán legyen, egyre följebb kell rakni, ugye? Úgyhogy akkor kell neki egy platform. Ide. Kettő. Úgy. Meg akkor mondjuk. Pillantás, pillantás. De minek nézzük? Minek az engine? Ezt nem értem. Ezt nem értem. Ezt lehet, hogy annyi, hogy gyorsnak kell lenni, de hát akkor minek? Egy csomó minden van, amit fölöslegesnek látok. De ide csinálunk egy vadállatgépet, az a lényeg. Szerintem. Még, hogy tudjak kereket rakni, meg kell hátrébb húznom. Szerintem ez ide kellene rakni. Így. Ej! Egy, kettő. Egy, kettő. Ilyen dragster gépszerűt akarok csinálni. Hú, nem, ezt még hátrébb kell, bocsi. Ezt még hátrébb kell. Nekik ezt jó kiszámoljuk, nézd meg, mennyi fát használok. Nem akarok vasat használni. Mondjuk a vas meg azért lenne jó. Mert ugye... hát, hogy jobb lenne az úttartásunk. Ilyen nagyon könnyű szerkezeteket csinálnak, az nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, nem? És kacok. Oda nézi apám. Ez Dragster gép a javából. És akkor a rakétahajtómű, négy darab rakétahajtómű. Azt meg valahogy nagyon felszórjuk. Sőt, kell nekünk a négy rakétahajtómű. Gyerekek, ez brutális lesz, na? Ez lehet, hogy nagyon alacsony van, nem tudom. De várj, ezeket mind át kéne konfigurálni. Max tolóerő. Max tolóerő. Max tolóerő. Max tolóerő. Jó, ülés. Ezt rakom előre, hogy ne legyen nagyon segnehéz. Bekötés, kormány, fordít, fordít. És igazából oda nem is kell semmi, hanem a bekötés kell a... Ide, ugye? És ez szerintem akkor ennek elvileg ennek így működnie kell, nem? Hogyne, működik ez.
Mindjárt megnézzük, hogy az irányítás is jó-e. Hát nem tudom, az irányítás az mennyire lesz jó. Érdekes, hogy... Ja, nem jó. Na mindegy. Adjunk neki. Ez szerintem annyi volt, hogy gyorsnak kellett lenni. Azt ennyi. Hát ez nem volt egy bonyolult. Új, itt meg van azért... Igen, itt meg bonyolult. Ott végig kell menned. Ott ír, át kell váltanod egy másik platformra. Azt a ja, és le is fel. Az a lényeg, hogy odáig elmész, és akkor át kell váltanod, hogy onnan megy tovább. Tehát ide mindenképp egy olyan járművet kell csinálnod, amit át tudsz fordítani. Itt sok kerékkel vagy pedig nagyok. 8 darab kerék. Tehát alul olyan, mint a Hot Wheels-ek, tudod? Vagy nem a Hot Wheels-ek, hanem melyikek voltak azok, amik így át tudnak fordulni. Volt olyan autó, ami így át tud fordulni, és akkor úgy is tud tovább menni. Gyakorlatilag egy óra vissza. Viszont van 8 darab sugárhajtó, akkor tudsz rakni 4-et szájdonként. Ez érdekes lesz, ez egy nagyon komplex jármű lesz, és ezt következő részben fogom mindenképp felvenni, mert ez már durva. De egyébként ez jó, ez izgalmas. Hát ilyen dolgokat, challenge-eket nem tudom, hogy hányadiknál tartunk, nézzük meg. Csináljuk tovább ezzel. Lehet, hogy majd a 20-nál fog váltani ugye a következő 16-ig, igen. Szerintem esélyes, nem mutatja egyébként, hogy az a baj, nem mutatja, hogy mit csinálsz. Nem csak 16, 17, 18. Igen. Jó, elbúcsúzom gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet. Szerintem tök jó egyébként ez a játék, nagyon érdekes. A challenge-eket végig toljuk mindenképpen, aztán utána nekiállunk Survivor-on ködni. Szavaztok, jobb legyetek, csumi csöp!